Varga veszi merre, és most ebből baj lehet, mert hogy föllépett már Iski a passzra. Gyurcsó kimegy oda keresztezni végig. Gyurcsó ellövi a labdát, és hát ez bizony becsusszant a kapus kezei között a hasa alatt. Én azt hiszem, hogy ezt nem kell részletezni. Ez bizony a kapus érdeme is, hogy ez így történt. A második félidőben tehát gyorsan vezetést szerzett Diszl László együttese. Alig tert el 4 perc. Ott a fejes, és kijön a kapusról Gáborról, aztán az ismétlés, azt már nem tudja megfogni Papp Szilárd. Már a fejesnél komoly gondjai akadtak. Gyorsan megszerezte tehát a második találatot is Diszl László csapata. Csurka adta be a szögletet. Papp fejjel előbb próbálkozhatott. Aztán a visszapattanót pedig ballal, mármint a kapusról, a gólvonalról kipattanó labdát ballal tette be a kapuba. Farkas Viktor tette, Farkas Norbert eléri. Középre is varázsolja a labdát, ott a gól! Szőke remekül érkezett, megelőzte Lordot. Hiába volt ott mellette tányéros, Szőke bizony szépít. A második félidő 37. percében Farkas Viktor adta labdát Farkas Norbertnek, aki nagy labdát futott be. Középre kanyarította, éppen Szőke fejére, aki megelőzte a kapust. Szőke befele tud csak cselezni, Farkas Viktor személyében azonban egy üres társat talál. Farkas ellövi, és óriási gólt lő Farkas Viktor! Farkas a jobbik lábára, mert hogy kétlábas játékos ugyan, de bal lábban remekülő Farkas Viktor. Hát alig lépte át az ellenfél térfelének közepét, amikor lendült az a bal láb, és még talán a kapufát is érte a labda. Bevarázsolta oda a jobb alsó sarokba, és nagyon-nagyon veszekedett. Lord Sándor, hogy nem lépett senki elé, hát ez a foci, kihagyta Csordás a másik oldalon az ittszer lehetőséget, hiszen 4-en indultak előre a fehérváriak. Farkas Viktor pedig bevágta a kapu jobb alsó sarkába. 2-2 tehát, hát igazán jó kis második félidőt láthattunk, és Szijjártó István együttes akkor is jól tartotta magát, amikor 10 emberrel játszott, de amikor kiegészült, mármint hogy kiállítottak a másik oldalról is egy embert, akkor ki is tudott egyenlíteni. 2-0-ás hátrányból állt fel a csapatod, de hát azért ez a 2-0 úgy alakult ki, hogy akkor még egy emberrel kevesebben voltatok a pályán. Te hogy láttad a meccset? Reális volt ez a döntetlen? Nem azt mondanám, hogy reális volt. Egy nagyon jó mérkőzés volt, azt hiszem, akik kén voltak a pályán, élőben látták. Az első fél időben egy nagyon nagy taktikai csata volt, mind a két csapat, Laci és én is kidolgoztam, ugye és felkészítettük a csapatot, és a taktikát kidolgoztuk. Ennek megfelelően alakult az egy a 0-0. A második fél időben egy bátrabb játékot kértem tőlük támadásba, pont rosszkor jött ez a kiállításunk sajnos, de meg kellett akadályozni a játékost, hogy akkor gól lett volna. Ember hátra megjön, és akkor kaptunk 2 gyors gólt. Hát majd vissza kell néznem a felvételen, hogy estek a gólok egészen pontosan. De utána hatalmas lelkületett tanúságot a csapaton megint, és elkezdtek úgy futballozni, ahogy ezt elvárom tőlük. Amúgy 19-re lapot húztál, mert vittél le védőt, hoztál be helyette csatárt. Hát hogyne, hát mindenki meg kell próbálni, természetesen gólt kell szerezni, még 2-0-nál is. Persze, behoztam a csatát, átálltam 1-1-ben hátul 3 védős játékra, hát bejöttem most az edzői húzás, szoktam ilyeneket csinálni. Természetesen óriási csata volt ez a fiatalok között, hiszen egy kollégium csapata, és mindenki azt szerette volna, hogy ők nyerjenek, mert akkor mehetett volna az Rika. Persze, hát ez jó is volt, ilyen szempontból jó volt. Szakmailag az, hogy egy csoportba kerülünk, ugye, mert egy kiemelt bajnokság van, ez megint egy más kérdés, ezt megint lehet másképp elemezni, de természetesen ez őket nagyon földobta. Ilyenkor az edzőnek már nem is kell nagyon motiválnia, hiszen egymást úgy hergelik fel a játékosok, és úgy készülnek fel, ahogy a bajnokért, egy más bajnoki meccsre is készülni kell tulajdonképpen. Így biztos nem lesz harag közted és Diszl László között, mert hogy döntetlen lett, békés döntetlen? Ja ne, hát azért nem volt ez a békés, azért voltak egy-két belemenések, összecsapások voltak, de hát ez a sava borsának, a labdarúgásnak azért ilyen mérkőzésen az oda kell tenni magunkat. Így kizikálhatja most a másikat az edzők közül? Nem hiszem, hogy zikáljunk, inkább csak megbeszéljük a tanulságot a mérkőzésből, ő is, meg én is, elemezzük holnap természetesen, és lépjünk tovább. Nem tudom, hogy most gratuláljak, vagy inkább sajnáljam, hogy nem szereztétek meg a győzelmet. Mindenképpen nagy csata volt. Hát azt gondolom, hogy a mérkőzéshez gratulálni kell, hiszen egy nagyszerű mérkőzés volt.
Úgy érzem, hogy a végén azért elszalasztottunk két pontot. Az első játékrész kiegyenített volt, ahol igazi nagy helyzetek nem voltak, viszont a kiállítás után elég sokat játszottunk emberelőnyben, akkor el kellett volna döntenünk a meccset. 2-0-nál kicsit talán elkényelmesedtünk, azt hittük, hogy már 2-0-nál megvan a meccs. Ami a második piros lap után fölpörgette a másik csapata játékot, és azt kell mondjam, hogy ha az egész mérkőzést nézem, akkor nem érdemetlenül szereztek egy pontot. Én azt gondolom, hogy ez a labdarúgás ez mindenképpen jó propagandája volt a focinak, mert hogy izgalmas, változatos, jó mérkőzés volt, kemény belemenésekkel, összecsapásokkal. Hát igen, megvan az ilyen meccsnek mindig a pikantériáig az, hogy akik egymással laknak, egymással élnek, azok egymás közt játszanak. Ez mindig egy felfokozott hangulat, egy felfokozott küzdelme, néha egy kicsit túlzott agresszivitás is ilyenkor előjön, aminek tulajdonított azt gondolom a piros lapok, a sárga lapok. Mindegyik csapat nyerni akart, mindig meg akartam mutatni, hogy ő a jobb, úgy egyénileg, úgy csapatszinten. Azon meg volt a lehetőség, hogy megnyerjük a meccset, 2-1-nél még egy perc a vége előtt 3-1 ellen kimentünk, tehát ha az Bergük, akkor sima meccs, erre ellentámadásból ők rúgtak egy gólt. Azon jó mérkőzés van, azt gondolom mind a két csapatnak gratulálni lehet. Ha nézed a többi csapatot ebben a bajnokságban, akkor ezzel a teljesítménnyel szerintem bármelyik gárda az elején végezhet, mert ez elég jó foci volt. Én is azt gondolom, hogy mind a két csapat jó játékosokból áll, egységes, bármire képes lehet a bajnokságban.